Megyünk. Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk éppen a német autópályán, az új Mazda 6 kombival, egy kettőfeles benzinessel. Ugye az elmúlt napokban láthattátok, hogy a genfi autószalont jártuk meg, és most tartunk hazafelé Svájcból. Aztán most szeretnék egy kicsit megosztani veletek a tapasztalataikat ezzel az autóval kapcsolatban. És hát próbálkoztunk itt mobilnettel, de aztán eléggé instabil volt, úgyhogy most egy videót rögzítünk, aztán azt utólag töltjük föl. Nem maradjatok le semmiről. Ugye az előző teszthatos nálam volt, az a szedán verzió, egy hófehér dízeles, most pedig ez a kettőfeles benzines sportvagon, amit megkaptunk a Mazda Magyarország jóvoltából, amit ezúton is köszönünk szépen. Nekem őszintén megmondom, nagyon ritkán mondok ilyet, de a dízeles váltó hangolása egy picit jobban bejött, ez a benzines szerintem lomha, de Mark viszont inkább ezzel van megelégedve, mint a dízeles verzióval, úgyhogy akkor hallgassátok is meg az ő véleményét erről a kis kocsi szekrényről, hogy mit is gondol az elmúlt három nap alapján. Én abszolút benzinpárti vagyok, és nagyon-nagyon kíváncsian vártam már ezt az újféle kettőfeles Skyactiv benzinmotort. Ugye magasabb kompressziós arányjal működő egységről van szó, 194 lóerő, és 285 Nm, ha jól emlékszem. Hát annyira egyébként nem vágja hátba az embert, hogyha tényleg oda lépünk neki. Egyébként szerintem ezzel a 6-os automata váltóval sincsen probléma. Viszont szép hangja van, hogyha tényleg elforgatjuk 6000-6000 félig. Igaz, hogy csak 4 henger, de ad némi sportosság érzetet, főleg itt a kis váltófülekkel a kormány mögött. És hát most nyugodtan mondhatom azt, hogy 150-160-nal haladunk, és teljesen korrekt. Ugye tavaly a Nissan X-Trail-lel jöttünk ki Genfbe, és hát az brutál mód hangos volt a kerékjárati ívekből, csak úgy dőlt a búgás. Egyébként itt hátul van egy minimális szélzaj a szedánhoz képest, ugye, de arra jutottunk, hogy ez valószínűleg csak a kombi kivitel miatt van, hogy ott van mögöttünk egy hatalmas tér, ami nem szigetel le. Egyébként nagyon kényelmes, szerintem iszonyatosan ritkán utazok hátul, mert az instant hányinger, de ebben egy olyan jót aludtam reggel, hogy azt egyszerűen elmondani sem tudom nektek, úgyhogy egyébként a kényelemmel nincsen baj. A Revolution Top felszereltségben ülünk, amihez ugye már jár a Bose hangszóró rendszer, illetve ezek a csodálatos szép vaj ülések, amik pedig hátul fűthetők, elől hűthetők is, úgyhogy a kényelemről egyáltalán nem tudok semmi rosszat mondani, mert ugyanaz megvan benne, mint a Takumi szedánban volt. Ott ugye a fekete nappabőr és az egyéb ilyen finomságok voltak még extrák a Revolution Top fölött, de ez a Revolution Top is egy olyan kényelmi felszereltség, ami szerintem már semmiféle kívánnivalót nem hagy maga után. Az alapára ennek a Mazda 6 kombinak, ha jól tudom, ilyen 8 millió fél körül van, és ezzel a Revolution Top felszereltséggel viszont már ilyen 10 millió 100 ezer. 10 millió 169 ezer egészen pontosan, ahonnan a Revolution Top indult. Igen, de ez valóban nagyon jól fel van extrázva. Alapvetően remekül működik az adaptív tempomat, nagyon könnyű a kezelése, tényleg egy gombnyomás, egyből veszi a lapot. Tudjuk állítani ugye a távolságot, hogy mennyit hagyjon. Gyakorlatilag dugóban is egy ilyen dugóasszisztensként funkcionál, és nem igazán kell olyankor foglalkozni a gázpedállal, illetve a fékpedállal sem. Van ugye sávtartónk is, 360 fokos kamerarendszer, ami azért a hosszú kombihoz az kifejezetten jól jön. Főleg most ott a francia szállásunkon, ahol egy ilyen elég szűk udvarba kellett beállni. Hát én azt mondanám, hogy az MX-5-tel sem örültem volna, hogy oda kell bemenni, és ezzel a kombival próbálkoztunk itt. Hát szörnyű. Szörnyű egyébként a franciáknál az utcák és a parkolóhelyek kialakítása. Látszik, hogy franciáik nem szeretnek olyan hatalmas nagy autókkal járni, viszont mindenki így nyomja, ilyen laza, és mindenhova beállnak, egymást törik össze, úgyhogy mi egy kicsit ilyen körömrágósan álltunk be ezzel a kombival a sok kicsi zúzott közé, de hála Istennek nem lett semmi probléma. De hát franciák, aki járt már itt, azt tudja, hogy milyen a habitus ilyen téren. Szóval nagyon kényelmes utunk volt, és van jelenleg is ebben a Mazda 6-osban, és gyakorlatilag ezzel a teljesítménnyel sem kerülünk hátrányba itt az autópályán. 160-170-nél ilyen 2 fél és 3000 körül forog az autó.
És ami szerintem még kifejezetten jó benne, hogy gyakorlatilag mióta ugye autópályán országúton használjuk, most már 1952 kilométert mentünk vele vasárnap este óta, 8 literes az átlagfogyasztásunk. És azt szerintem marha jó egy ilyen kettőfeles szívó benzintől. Viszont ugye Adi az előző pár napban, mielőtt elindultunk volna, ő városban használta, akkor 11.4 az M1-M7-es bekötő dugó, az bizony 11,4 litert kóstál ebben az autóban. Én nem voltam rajta meglepődve, valójában a saját 21 éves 1.6-osomban is 12 literes fogyasztást generálok, szóval ezek a számok engem nem ijesztenek meg, csak hát ugye egy ilyen modern technikától azért már egy, hát egy picit csipegetősebb. De ez a 8 autópályán, meg úgy, hogy használtuk tényleg városon belül is, vegyesen és autópályán is az elmúlt 3 napban ez a 8 liter, ez ilyen. És hát ott van ugye a tudatunkban, hogy egy szívó benzinről van szó, gyakorlatilag egy kicsit azért megbízhatóbbnak is mondható majd a jövőre nézve, és nem kell annyi pénzt ott hagynunk majd a szerviz, vagy a szerelőknél, inkább azt a benzinkúton hagyjuk ott, de ez tényleg az minimálisan több. Úgyhogy alapvetően kellemes utunk van, mint azt már mondtam. Hát a Mazda féle multimédiás rendszerről, illetve erről a kis kijelzőről mi az, amit el tudunk mondani. Van 2 USB-nk. Vagyis hát összesen 4, mert ugye hátul is van a könyöklőben 2, és elől is a könyöklőben 2. Úgyhogy alapvetően tök gyorsan lehet vele kiválasztani a forrásunkat. Ugye van Bluetooth, van 2.20-as csatlakozónk is. Jól szól ez a Bose Hi-Fi. A navigációt megmondom őszintén még nem próbáltuk, amint látjátok ugye Vazéval közlekedünk. És igazából ennél több talán nem is szükséges. Ennél részletesebben majd a tesztben, amit megírok nektek, lesznek dolgok, illetve a véleményünk is egy kicsit bővebben kifejtve. Most nem is rabolnánk tovább az időtöket, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok és megnéztétek ezt a videót, és elnézést kérünk, hogy nem live-ban közvetítettük, csak hát az országok közötti internet hálózat az még mindig nincs a toppon 2019-ben, de azért megoldjuk valahogy. Szervusztok, kövessétek továbbra is az alapjáratot mindenhol, ahol csak lehet. YouTube, Facebook, Instagram, csak a szokásos. Sziasztok!